Kerékpáros barát munkahely lett a győri polgármesteri hivatal. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Közlekedéstudományi Intézet által meghirdetett pályázat elbírálásakor kiemelt szempont volt a kerékpáros infrastruktúra és szolgáltatások minősége is, valamint a kerékpározás népszerűsítése. Ezeknek a szempontoknak felelt meg a hivatal, így a lépcsőzetes díjazás alapján a kezdőszintű elismerést kapta meg. Azt gondolom, hogy sokat tettünk azért, hogy az itt dolgozók kerékpárral járjanak munkába. Ez nyilvánvaló feltételeket kellett itt teremteni, hiszen van zárt kerékpártároló, a biztonságban ott lehet hagyni a kerékpárt. Korábban egy nyitott tároló volt, az üzemel továbbra is jött bekamerázott, tehát nyilvánvaló megfelelő feltételek most már így sokkal jobbak, mint ami korábban volt. Ösztönözzük a dolgozókat, hogy ezzel járjanak be, hiszen adott esetben, ha autóval jönnének, sokkal körülményesebb tud lenni egy reggeli hivatali munkaidő kezdésre, mint hogy kerékpárral jönnek. Nyilván a téli időszakban kevesebben, viszont itt több száz fős létszámról beszélünk a hivatal esetében, és nagyon sokan élnek ezzel a lehetőséggel, ezért is kaptuk ezt az elismerést. Győr egyébként már a korábbi években többször is elnyerte a kerékpáros barát település címet. Radnóti Ákos, a város alpolgármestere elmondta, országos szinten is kiemelkedő Győrben a kerékpáros kultúra. Sokan használják a kétkerekű közlekedési eszközt a városban. A bicikli utaknak köszönhetően a reggeli és délutáni csúcsokban sokszor rövidebb az utazási idő kerékpárral. Folyamatosan ugye újítjuk fel a meglévő kerékpárutakat, és bővítjük is, tehát újak is épülnek. Győr országos viszonylatban is élen jár a kerékpárutak hosszát tekintve. Sokszor jönnek így vélemények, hogy kevés. Hát igen, nyilván lehet majd még bővíteni, ezért is dolgozunk ebben az évben is, lesz új kerékpárút. De mindig, hogyha azért illik összehasonlítani magunkat más várossal, torony magasan az elsők között van Győr ezt tekintve. Egyre többen használják a Győr bájkokat, illetve a kerékpárok tárolására szolgáló boxokat is. A közösségi közlekedésre szolgáló eszközöket a város egyébként folyamatosan fejleszti. Itt vidéken egyedülálló, hogy ez a rendszer megvalósult, tehát több nyugat-európai főváros is csak Győr után kezdte ezt a rendszert használni, és nem elég, hogy mi ezt bevezettük, hanem újabb állomásokat is hoztunk létre, bővítettünk olyan városrészekben, ahol korábban nem volt, tehát például Bács esetében, vagy Mémföcsanak esetében, és nem csak hagyományos kerékpárok, hanem elektromos kerékpárok is elérhetőek. A város célja, hogy a jövőben még többen járjanak kerékpárral, óvva ezzel környezetünket és egészségünket egyaránt.